Újabb segélyszállítmány érte el Gázát, de a légi csapások sem szünetelnek. Izrael súlyos választ ígért, ha a libanoni Hezbollah is támadna. Csak szombaton 1000 migráns kötött ki a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken. A helyi vezetők Madrid és az EU segítségét kérik. Elkezdődtek az 56-os megemlékezések, a Műegyetemtől a Bentérig tartott a fáklyás felvonulás. 10 000 diák vesz részt a programokon. És visszatért a nyár Romániába, helyenként 30 fokot mértek, Szicíliában erdőtüzekkel küzdenek. Ez a Híradó, 7:30 az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Egyre intenzívebben támadja Izrael a megszánt palesztin területeket. A hadsereg szóvivője szerint a Gázában és Cisziordániában végrehajtott légicsapásokban a Hamas terrorszervezet több tagja és egy parancsnok is meghalt. Közben a Hezbollah támadásai miatt újabb településeket evakuálnak a Libanonnal határos észak-izraeli térségben. Benjamin Netanyahu miniszterelnök figyelmeztette a síta fegyveres szervezetet, hogy ne rángassa bele Libanont a háborúba. Romokban hever az Al-Ansar mecset legalsó szintje a cisziordániai Jeninben. Az izraeli légierő vasárnap hajnalban mért csapást az ima helyet is magába foglaló épület együttesre, amely alatt a palesztin iszlám dzsihád fegyvereseinek rejtek helyét sejtették. Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a célzott csapásokkal legalább 2 terroristát megöltek, a többieket elfogták. Szerencsére a környék néptelen volt. Hirtelen süvítő hangot hallottunk, majd a robbanásokat. A mecset mennyezete 2 helyen is beomlott, mondta egy közelben lakó férfi. A palesztin hatóság által irányított megszállt Cisziordánia északi részén, Jeninben több mint 10 000 élnek egy menekült táborban, amely a radikális csoportok fellegvárának számít. A városban rendszeresek az összetűzések a palesztin fegyveresek és az izraeli katonák között. Az elmúlt éjszaka az izraeli légierő a gázai célpontokat is a korábbinál hevesebben támadta. Az övezet középső részén fekvő Nuiserat menekült táborban porig romboltak egy zsúfolt piacot. Helyi források szerint a légicsapásokban legalább 10 ember meghalt. A hírszerzési adatok alapján végrehajtott intenzív támadásokkal tucatnyi terroristát öltünk meg Gázában, köztük a Hamas rakétaegységeit irányító egyik parancsnokot. A műveleteink célja továbbra is az, hogy likvidáljuk a terrorszervezet tagjait és vezetőit, mindenkit, akinek köze van a 2 héttel ezelőtti szörnyű mészárláshoz, közölte az izraeli hadsereg szóvivője. Rakéta csapódott be az egyiptomi határ közelében lévő Han Yunis központjában is, ahol egy kávéházat ért találat. Palesztin közlés szerint a támadásnak tucatnyi halálos áldozata és legalább 70 sérültje van. A várost és a közelben lévő menekült tábort az elmúlt napokban elárasztották a gázai övezet északi részéről érkezők, akik az izraeli hadsereg felszólítására hagyták el otthonaikat már több mint 700 000. A gázai határnál izraeli tankok és tüzérségi egységek sorakoznak, azt továbbra sem tudni, mikor indul meg a szárazföldi hadművelet. De Izrael a hétvégén ismét figyelmeztette az övezet északi felének lakóit, hogy haladéktalanul induljanak el délfelé. Az érintett településeken terjesztett szórólapok szerint a terroristák bűntársának tekinthetik azt, aki marad. A Libanonnal határos észak-izraeli térségből is evakuálják a civileket. A tervek szerint több mint 40 települést ürítenek ki. Az Irán által támogatott libanoni székhelyű síita fegyveres csoport a Hezbollah ugyanis egyre sűrűbben támadja a határmenti izraeli területeket. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő könyörtelen válaszcsapásokat helyezett kilátásba. A politikus vasárnap az északon állomásozó egységeknél tartott szemlét. Ha a Hezbollah úgy dönt, hogy belép a konfliktusba, azzal Libanont is belerángatja a háborúba. Ez lesz életük legsúlyosabb hibája. Könyörtelen erővel fogunk lecsapni, pusztulásba döntjük őket és Libanon államot, jelentette ki a kormányfő. Közben újabb gyógyszert és alapvető élelmiszereket szállító segélykonvoj indult el Egyiptomból a 2 hete lezárt gázai övezetbe. A Rafahi átkelőnél még mindig több mint 150 kamion várakozik, de az első szállítmányok csak szombaton léphették át a határt. Az ENSZ mellett több ország, köztük az Egyesült Államok is arra szólította fel Egyiptomot, hogy ne zárja le az átkelőt a humanitárius segítség előtt.
Kisebb robbanószerkezet lépett működésbe szombaton Izrael ciprusi nagykövetségének épületénél. A robbanásban senki nem sebesült meg, kár sem keletkezett. A ciprusi rendőrség 4 szír állampolgárságú férfit őrizetbe vett. A 17 és 21 év közötti gyanúsítottaknál kést is találtak. A hatóságok ezt ugyan nem közölték, de az ügy összefüggésben lehet az izraeli-palesztin konfliktussal. Újabb terrortámadás volt Európában. Nagy-Britanniában egy marokkói bevándorló leszúrt egy idős férfit. A támadás ugyan egy hete történt, de csak most derült ki, mert a brit rendőrség megpróbálta eltitkolni az ügyet. Arra hivatkoztak, hogy nem akarták, hogy más terroristáknak ötletet adjon az eset. A marokkói migráns azért szúrta le az áldozatát, hogy bosszút álljon a Gázára mért izraeli válaszcsapások miatt. Mindeközben Európa szerte ismét tömegek tüntettek a palesztinok mellett. Allahu Akbar, vagyis Isten a leghatalmasabb, kiabálta a palesztinok mellett tüntető tömeg Madridban, miközben egy izraeli zászlót gyújtottak fel. Később aztán a tüntetők meg is taposták a zsidó állam jelképét. Spanyolországban, Barcelonában is az utcára vonultak a többségében muszlim bevándorlók, akik a szabad Palesztináért tüntettek. 100 000-en vonultak utcára Londonban a palesztinok mellett. A tömeg haladását 1500 rendőr biztosította. A többnyire bevándorló hátterű demonstrálók az előzetes hatósági figyelmeztetések ellenére többször is kiabálták a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz jelmondatot, ami szerint a palesztin államot Izrael területén kell létrehozni. Palesztinként, aki egy nap haza szeretne térni, palesztinként, akinek testvérei vannak Gázában és családja, azt kívánom, bárcsak többet tehetnénk, de pillanatnyilag most csak tiltakozni tudunk, mondja ez a nő. Volt azonban, aki nem a tüntetést választotta. Egy hete vasárnap egy 44 éves marokkói illegális bevándorló az angliai Hartlepool városában halálra késelt egy 70 éves férfit. A tettest elfogták. Az esetet a hatóságok terrorista indítatásúnak minősítették, ám csak szerdán hozták nyilvánosságra. Az elkövető a Gázára mért izraeli válaszcsapások miatt akart bosszút állni, számol be a Mandiner. Azt írják, a hétfői brüsszeli merénylet, amikor két svéd fociszurkolót lőttek le előtt egy nappal történt esetet, a brit rendőrség először eltitkolta, majd nem terrortámadásként kezelte azért, hogy ne adjon ötletet másoknak. A Mandiner a brüsszeli politikót idézve azt írja, a brit hírszerzési vezetők azt fontolgatják, hogy az Izrael és a Hamász-Palesztin terrorszervezet közötti háború miatt a legmagasabb szintre emeljék a terrorfenyegetettségi szintet az Egyesült Királyságban. Erre legutóbb egyébként 2017. szeptemberében volt példa. Az eset kapcsán a Riposzt arról számolt be, hogy Izrael gázai övezet elleni akciója után ismét nő a terrorfenyegetettség Európában. Azok az országok, amelyekben jelentős iszlám kisebbség él, az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Németország, valamint Svédország különösen nagy veszélyben vannak, áll a cikkben. Az Európába bejutott terroristáknak nagyban megkönnyíti a helyzetét, hogy mostanra a megengedő migrációs politikának köszönhetően a kontinens nagyvárosaiban olyan nagyszámú iszlám közösség alakult ki, amely megfelelő búvóhelyül szolgálhat nekik. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Nagy segítség az, hogyha van egy olyan közeg, akár Molenbeek Belgiumban, akár más úgynevezett no-go zónák, ahol a saját törvényeik szerint élnek, ahol az ilyen személyek segítséget kapnak, alá tudnak merülni, így ezt mondja a szakmai zsargon, és válnak olyan alvó ügynökökké, amelyek adott jelre vagy parancsra mondjuk terrorcselekményt követnek el. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben fontos lenne, hogy az Európai Unió végig gondolja a 2015 óta tartó elhibázott migrációs politikáját, és a külső határok őrizetére, az európai emberek biztonságára az eddiginél jóval nagyobb figyelmet fordítson. A zsidóság most is és a jövőben is Németország részét képezi. Erről beszélt vasárnap a német kancellár. Olaf Scholz kijelentette, hogy a kormány pedig mindent megtesz, hogy megvédje a zsidó közösséget. A kormányfő Dessauban az új zsinagóga avatásán szólalt fel, amelynek elődjét a nácik pusztították el. Olaf Scholz kijelentette, felháborítja az antiszemita gyűlölet és uszítás, amely a Hamas terrortámadása óta teret nyert a világban és Németországban is. A kancellár kijelentette,
mivel németek követték el a holokauszt büntettét, a soha többé jelmondatnak német földön sérthetetlennek kell lennie. A letargia nem helyén való, a félrenézés nem helyén való, a hallgatás nem helyén való, amikor a zsidók nincsenek biztonságban az utcáinkon, amikor Dávid csillagokat mázolnak házaikra, amikor Molotov koktélt dobnak a zsinagógákra, amikor a terror áldozatait kigúnyolják, az elkövetőket pedig dicsőítik. A Fidesz és a KDNP a jövő héten politikai nyilatkozatot terjeszt az országgyűlés elé, közölte közösségi oldalán a kormánypártok frakcióvezetője. Kocsis Máté azt írta, a nyilatkozattal elítélik a Hamas Izrael elleni terrortámadását, és együtt éreznek azokkal, akik a támadásokban elvesztették a hozzátartozójukat. A nyilatkozat demonstrálja, hogy Magyarország elítéli a terroristákat, az áldozatok oldalán áll és elismeri Izrael jogát az önvédelemre. A tervezett dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy az Európába ellenőrzés nélkül beáramló tömegben ott vannak a terror hívei is, akik súlyos kockázatot jelentenek az európai polgárok biztonságára. Ez pedig az elhibázott uniós migrációs politika következménye. A nyilatkozat leszögezi, hogy hazánk fizikai és jogi határzárral védi magát az illegális bevándorlással és az ezzel járó terrorista veszéllyel szemben, és elvárja, hogy ebben az Európai Unió minden eszközzel támogassa. Továbbra sem szűnik a migrációs nyomás a Kanári-szigeteken. Egyetlen nap alatt több mint 1000-en érkeztek a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoportra. A madridi kormány több mint 18 milliárd forintnak megfelelő rendkívüli támogatást ígért a Kanári-szigeteknek a migrációs válság kezelésére. Ugyanakkor leszögezte, hogy az Európai Unió segítsége nélkül képtelen megbirkózni az illegális bevándorlással. Migránsokkal teli csónakot húz be Gran Canaria egyik kikötőjébe a spanyol parti őrség. A Kanári-szigetekre szombaton több mint 1000 illegális bevándorló érkezett. Közülük mintegy 700 embert a turisták által is kedvelt Tenerifén és Gran Canarián helyezték el. Egy nagyméretű csónak pedig a szigetcsoport legkisebb és legnyugatibb tagján El Hierón ért partot. A fából készült járműből összesen 320-an szálltak partra, ez új rekordot jelent. Az elmúlt hetekben már közel 2000 migráns érkezett a 11.000 lakosú szigetre, a helyi vezetők pedig megkongatták a vészharangot. Megteltünk. Mi vagyunk a második olyan terület a Kanári-szigeteken, ahová a legtöbb migráns érkezik, mondta már október elején a helyi tanács alelnöke, aki azonnali segítséget kért a madridi kormánytól. A migránsok főként Marokkóból, Nyugat-Szaharából, hivatalos nevén a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságból, Mauritániából, Szenegálból és Gambiából indulnak el a Kanári-szigetekre. Van, ahonnan alig 100 kilométerre vannak az Európai Unióhoz tartozó szigetek, de a Gambiából indulóknak már több mint 1600 kilométert kell megtenniük a gyakran veszélyes óceánon. A spanyol belügyminisztérium szerint január óta mintegy 23.500-an jutottak el Afrika felől illegálisan a Kanári-szigetekre, 80%-kal többen, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A migrációért felelős miniszter pedig bejelentette, a spanyol kormány 50 millió euró, azaz közel 18,5 milliárd forint rendkívüli támogatást hagy jóvá a migránsok ellátására a Kanári-szigeteken. Madrid ugyanakkor újból leszögezte, hogy az Európai Unió segítsége nélkül nem tud megbirkózni az illegális bevándorlással. Célba ért a segítség, nyilatkozta a Baptista Szeretetszolgálat elnöke az M1-en, a Hungary Helps program nemrég lezárult csádi orvosi és humanitárius missziójáról. Szilágyi Béla arról beszélt, hogy az orvosaik életeket mentettek a közép-afrikai országban, oktatóik pedig Csád fővárosában a magyar kormány által létrehozott humanitárius fejlesztési központban képeztek ki helyi szakembereket. A Hungary Helps program keretében támogatott csádi magyar humanitárius misszió a múlt hónapban érkezett a közép-afrikai országba. A mintegy 200 szakemberből álló civil, orvos és humanitárius csoport tagjai a csádi főváros környékén található menekült táborokban végeztek kulcsfontosságú egészségügyi beavatkozásokat és tartottak humanitárius válságkezelői képzést. Igazán célba ért az a segítség, amit a képzésen keresztül tudtunk átadni. Az akcióban a Baptista Szeretetszolgálat is részt vett. Orvosaik mellett oktatóik,
A magyar kormány által létrehozott humanitárius fejlesztési központban képeztek ki helyi szakembereket, mondta a szervezet elnöke az M1-en. Mi az Óbudai Egyetemmel most már harmadik éve végzünk humanitárius segély oktatását. Végezzük ezt részben magyar szakemberek számára, részben pedig külföldi szakembereket is képzünk itt az Óbudai Egyetemen, és a Hungary Helps arra kért fel bennünket, hogy ezt a képzést vigyük Csádba. Nagyon örültünk annak, hogy az ottani katasztrófavédelemmel, az ottani menekültellátó rendszerrel tudtunk dolgozni, 20 ilyen vezetőt tudtunk képezni. Csád a Száhel övezethez tartozik Afrikában. Ez a föld összes jelenlegi válságzónája közül az egyik. A térségben évek óta szárazság pusztít, a lakosság éhezik, és óriási a politikai bizonytalanság, vagyis bármikor milliók indulhatnak el Európa felé. Szakértők szerint ezért is fontos, hogy a fejlett világ minél több segítséget vigyen a helyszínre. Ezt segíti a Hungary Helps akciója is. A magyar kormány felismerte, hogy a térség helyzete kihat egész Európa jövőjére, ezért minden lehetséges segítséget meg kell adni, hogy el lehessen kerülni egy humanitárius katasztrófát. Erről beszélt korábban Asbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára. Érkeznek menekültek és migránsok Csádba, abba az országba, amelyik a 10 legszegényebb országok közé tartozik a világnak. Ezért fontos az, hogy segítséget nyújtsunk, segítsünk stabilizálni ezt az országot, azért, mert felelősséggel tartozunk az ott élő embereknek a biztonsága iránt, hogy ne uralkodjon el egy regionális humanitárius katasztrófa helyzet, de még egyszer amiatt is, hogy megóvjuk Európát egy több tízmilliós, vagy akár százmilliós migráns áradattól. A kormány a héten nyújtotta be az országgyűlésnek azt a javaslatot, ami alapján Magyarország jövő tavasszal egy legfeljebb 200 fős katonai missziót indíthat Csádba azért, hogy segítse a humanitárius segítségnyújtást, a terrorizmus elleni küzdelmet és a migráció megfékezését. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik a magyarság. Országszerte programok százai várják az érdeklődőket. A fővárosi megemlékezés a Műegyetemen kezdődött, 67 évvel ezelőtt is ott gyülekeztek a változást akaró fiatalok. Az utolsó vizsgálatára viszik azt a rétisast, amelyik betegen került a Hortobágyi Madárparkba. Több hónapos gyógykezelés után vasárnap az 56-os hősök emlékére a szabadság szimbólumaként engedték szabadon. Ezt az október 23-i forradalmi megemlékezést azzal tudtuk megkoronázni, hogy egy olyan madarat, egy parlagisast, szabadság madarát engedtük szabadon, amely itt töltötte rabságban azt a pár hónapot, amíg meg kellett gyógyítani. Emlékezésünkkel példaképeket szemlélünk. Székesfehérváron imádsággal emlékeztek az 56-os forradalom és szabadságharc hőseire. Az alabesenyői közösségi házban az idősek idézték fel az 1956-os eseményeket. Közülük sokan gyermekként élték át a forradalmat. A forradalom végig söpört, itt is megalakultak azok a gyerekkoromban, azok a bizottságok, ami bárhol máshogy, és természetesen itt is végig söpört utána az a bosszú hullám, ami az ország teljes egészében. Zalaegerszegen a rendszerváltás történetét kutató intézetben a fiatalok szerepére hívták fel a figyelmet. Különböző mély tudattal, de egyenlő lelkesedéssel és egy közös tudással vettek részt 56-ban kiki olyan szinten, amilyet az idősebb főnökeik, barátaik megengedtek nekik, de nagyon sok szép hősünk van köztük. Ez pedig a főváros, a Műegyetem aulája. 1956-ban itt tartottak nagy gyűlést a változást akaró fiatalok. Követeléseiket 16 pontban foglalták össze. A forradalom 67. évfordulóján a diák és oktató hősök alakját idézték fel. A kormányhoz intézett első kiáltványukban követelték a szovjet csapatok kivonását, a Varsói szerződésből való kilépést, valamint szabad választások kiírását. A felsőoktatással kapcsolatban követelték az egyetemi autonómia helyreállítását és a hatalmi szóval ketté választott műegyetem újbóli
egyesítését. A megemlékezésen részt vettek olyanok is, akik átélték az 56-os forradalmat. Egy új korszak kezdődött, és most dől el, hogy hol lesz benne Európa, és benne Magyarország helye. Dömötör Csaba parlamenti államtitkár azt mondta, újra meg kell küzdenünk az önálló vélemény jogáért, a politikai függetlenségért, és azért, hogy a jövőnkről szóló legfontosabb döntések jogát továbbra is a saját kezünkben tartsuk. Nem fogunk úgy táncolni, ahogy mások fütyülnek, csak a magyarok táncát járjuk. Itt nem fogunk fegyvereket küldeni, akkor sem, ha elvárják. Nem nyitjuk meg a határainkat, akkor sem, ha mások megtették. Nem dobjuk oda a magyar tulajdont, akkor sem, ha lenne rá vevő. És nem fogjuk fellazítani a hagyományos család kereteit, akkor sem, ha máshol ezt már megteszik. Mert a lényeges dolgok egyszerűek. Egyik magyar közéleti szereplőnek sincs más lehetősége, csak az önfeladás vagy a küzdelem. Mi a küzdelmet választjuk. A Műegyetemtől fáklyás emlékmenet indult, a tömeg a szabadság lángját szimbolizáló fáklyákkal vonult. Voltak, akik a forradalom és szabadságharc jelképét, a Rákosi címertől megszabadított lyukas zászlót lobogtatták. A felvonulókat egy korabeli Csepel teherautó vezette a BEM térig. Minden generációnak meg kell küzdenie a saját szabadságáért. Ez ma sincs másképp. Panyi Miklós stratégiai államtitkár a BEM téren azt mondta, ma is harcolunk a szabadságunkért, miközben küzdünk Európáért is. Mi ma is a szabad, keresztény, független nemzetek Európáját védelmezzük, addig Európa nagy része zavaros ideológiák bűvöletében kíván átgázolni Magyarországon. Mi ugyanakkor nem változtunk. A mi koordinátorrendszerünk, a mi értékrendszerünk alapjai haza, nemzet, kereszténység, család, szabadság és függetlenség. Az államtitkár szerint Magyarország értékei európaiak és szilárdak, évszázados nemzeti, történelmi sors közösség formálta, és szabadságharcok sora erősítette meg azokat. 10 000 fiatal ismerheti meg az 1956-os forradalom legfontosabb eseményeit a Rákóczi Szövetség szervezésében. A Gloria Victis emlékünnepség célja, hogy anyaországi és határon túlélő diákok élményszerű képet kapjanak a történelmi eseményekről, és így az összetartozás tudatukat is erősítsék. A magyar nemzet egyik legfontosabb történelmi emlékhelyéhez, a Rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájához látogattak a Gloria Victis emlékünnepségen résztvevő diákok. A Nemzeti Örökségintézet munkatársai vezették körbe a fiatalokat, megmutatták, hogy hova temették az 56-os forradalmat követő megtorlások áldozatait, köztük Nagy Imre miniszterelnököt. Nekünk is kell az, hogy legyen egy forma előttünk, egy olyan emberek, akire fel tudunk nézni, hogy már igenis a múltban volt fellépés az ellen, hogyha a világban nem helyesen történtek a dolgok. A programok a Műegyetemen folytatódtak, 67 évvel ezelőtt itt gyülekeztek a fiatal forradalmárok, most pedig a jelenkor diákjai egy vetélkedőn mérték össze történelem és irodalom tudásukat. Fontos, hogy megismerjük a múltunkat, mert akkor büszkék lehetünk a származásunkra, és aki büszke a származására vagy a hazájára, az képes tenni és érte. A pesti srácok és lányok nevét hallva önkéntelenül is kihúzzuk magunkat. Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója tartott előadást a tanulóknak az 56-os forradalomról és azokról a fiatalokról, akik kiálltak a szabadságukért. Akkor ott találkozunk! A diákok megtekinthették a Néma forradalom című filmet is, ami két Nyugat-Berlinbe utazó fiatal élményeit mutatja be, akik a független tudósításokból tudják meg, hogy mi is történik Magyarországon. Szerintem ez egy rendkívül hasznos és jó program, hogy ilyen körülmények között átélhetjük ezeket a történelmi eseményeket, úgymond, és bemutatják nekünk nagyon jól. A Rákóczi Szövetség Gloria Victis emlékünnepsége a szövetség legemblematikusabb programsorozata. Az eseményekre Magyarországról és a határon túlról több mint 10 000 fiatal érkezett. A fővárosi helyszíneken 184 iskolából 3 000 vesznek részt. Az emlékünnepség több mint 3 évtizede gondoskodik arról, hogy élményszerűbbé tegye és közelebb hozza a diákokhoz az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi pillanatait. Reméljük, hogy ez segítheti a mai fiataloknak az összetartozás tudatát, a magyarság tudatát erősíteni, és mindazt, ami ahhoz kell, hogy ők aztán a később életükben is
el tudjanak igazodni a magyar történelembe, illetve tudják azt, hogy a szabadság az milyen drága, és hogy ezért néha áldozatokat is kell hozni. Az emlékünnepségen résztvevők bekapcsolódtak a központi ünnepségbe is. A Műegyetemtől együtt járták végig azt az utat, amelyen 1956-ban a forradalmárok is elindultak. A Kárpát-medence minden pontjáról érkeztek fiatal politikusok az Országházba a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület tanácskozására. A rendezvény célja az volt, hogy nagyobb közéleti szerepvállalásra ösztönözzék a fiatalokat. Több száz fiatal politikus, civil szervezet vezető és aktivista érkezett az országba a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület tanácskozására. A mai rendezvényen most 270-en lesznek itt, Kárpát-medence szerte. Rengetegen jönnek Erdélyből, a miért szervezeteiből, de nagyon sokan vannak itt Kárpátaljáról és Felvidékről, illetve Délvidékről, valamint az anyaországról is közöttünk. A rendezvényen Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke arról beszélt, az 56-os forradalom évfordulójának előestéjén a tanácskozásokon is köszönetet mondanak a forradalom hőseinek. Amikor mi politikára adtuk a fejünket, akkor nem gondoltuk volna, hogy egy olyan világban fogunk élni, ahol folyamatos háború, folyamatos támadás, folyamatos ideológiai gyarmatosítás lesz. Mi azt látjuk, hogy a mi generációnk a békét szeretné, és vannak nagy elődeink, nagy példaképeink, így a nemzeti ünnep előestéjén itt 300-an ki tudjuk mondani, hogy köszönettel tartozunk 56 hőseinek. 1956. október 23-a a szabadság mellett a nemzeti egységre is emlékeztet bennünket. Erről már az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára beszélt a rendezvényen. Zsigmond Barna Pál szerint 56 szellemisége is összeköti a magyarságot. A Kárpát-medencében nagyon sok magyar elégelte meg azt, ami történik körülötte, és állt ki a szabadságért. Sokan az életükkel fizettek határon túl is. 56 szellemisége is, 56 szellemisége is összeköti a magyarságot, és ahogy nagyapáink és apáink nem táncoltak úgy, ahogy Moszkvában fütyültek, a jelenlegi fiatalok sem akarnak úgy táncolni, ahogy Brüsszelben vagy más városokban fütyülnek. A rendezvény célja felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy minél többen vegyenek részt a választásokon, és hallassák a hangjukat a közéletben. A magyar a szabadság nyelve, ezt mondta a köztársasági elnök az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve Ausztráliában. A Melbourne-i Magyar Központban tartott ünnepségen Novák Katalin hangsúlyozta, október 23-a a diaszpóra legnagyobb ünnepe, ezen a napon van mit éltetni és siratni. Az államfő arra is emlékeztetett, hogy a kivívott szabadságért nap mint nap meg kell küzdeni. Egymás után helyezték el a virágokat és a koszorúkat a helyiek az 1956-os emlékműnél Melbourne-ben. Az ausztráliai magyarok a Magyar Központ udvarán gyűltek össze, azért, hogy megemlékezzenek az 1956-os eseményekről. Kikerült a lyukaszászló és felidézték a régi emlékeket is. A híradónak a helyiek arról beszéltek, a magyarság megőrzése miatt is fontos számukra, hogy évről évre összegyűjjenek és megemlékezzenek az 56-os hősökről. Engem az bánt az, hogy kijönnek emberek. Kijön egy 17 éves lány, 5-6 év után már nem tud magyarul. De mi magyarok vagyunk. Mi, amíg élünk, mi magyarul, akármi van. Az emlékművet Novák Katalin köztársasági elnök is megkoszorúzta, majd egy fát is elültetett a templom udvarán. Később beszédében arra hívta fel a figyelmet, október 23-án a magyaroknak van mit éltetniük, és van mit siratniuk is. Éltetjük magyarságunkat. Éltetjük a szabadság szeretetünket, és éltetjük a magyar nemzet határok feletti magától értetődő összetartozását, fogalmazott a köztársasági elnök, majd úgy folytatta, siratjuk azokat, akik életüket és vérüket adták a mi szabadságunkért. A magyar a szabadság nyelve. Ez a közös nyelvünk. Ezt beszéljük, ezt értjük, ezen énekelünk, álmodunk és imádkozunk. És aki valóban lényegileg is érti a magyart, az soha nem fog behódolni az elnyomó diktatúráknak. Mert Magyarország soha nem volt diktatúrák bölcsője. Az önkényuralmi rendszerek ott soha nem tudtak mély gyökeret ereszteni.
Magyar Központban összegyűlt fiatalok ünnepi műsorral is készültek a köztársasági elnöknek, aki ezt követően magyar bronz érdemkereszt kitüntetést adott át Paska Marcellának, aki 16 évesen telepedett le Ausztráliában, azóta pedig sokat tett a magyarság, így a magyar nyelv és kultúra megmaradásáért is. Jelenleg ő a Melbourne-i Magyar Televízió elnöke. Ausztráliában jelenleg 100 000 magyar él, nagy részük itt Melbourne-ben. Azt mondják, ők pontosan tudják, milyen nagy érték a szabadság, ezért is tartják fontosnak, hogy minden évben megemlékezzenek az 1956-os eseményekről. Novák Katalin megköszönte az ausztráliai magyaroknak, hogy óvják és ápolják a magyar hagyományokat és kultúrát. Úgy fogalmazott, minden magyar egyenlő, bárhol is éljen a földön. Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a világban zajló események azt mutatják, hogy a kivívott szabadságért továbbra is nap mint nap meg kell küzdeni. Az állam főhivatalos programja vasárnap kezdődött meg Ausztráliában. A köztársasági elnök az Árpád idősek otthonába is ellátogatott, ahol több olyan lakóval is beszélgetett, akik részt vettek az 56-os forradalomban. Reggel pedig istentiszteleten is részt vett. A Melbourne-i Magyar Református templomban Balogh Zoltán püspök hirdetett igét. Sok népe van Istennek ebben a városban. Novák Katalin itt a helyi gyerekekhez is szólt. Az államfő azt mondta, nagy kincs az, hogy használják, tanulják és értik a magyar nyelvet. Ezt meg kell becsülni. Egy olyan titkos kódot, egy olyan mások által nem értett beszédet, nyelvet tudnak ezen keresztül elsajátítani, ami mindig össze fog bennünket kötni, és amely mindig különösé tesz bennünket. A köztársasági elnök megkérte a szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat és a lelkipásztorokat, hogy segítsék a gyerekeknek megtanulni és megőrizni a magyar nyelvet, hiszen ez mindig összeköti majd a világban élő magyarokat. Az MSZP Kaposváron emlékezett meg 56-ról. A résztvevők Nagy Imre szülőházánál helyeztek el koszorút, majd a fáklyás felvonulás után a párt társelnöke mondott beszédet. Kunhalmi Ágnes a megemlékezésen azt mondta, az akkori történések üzennek a jelennek és irányt mutatnak a jövő számára is. Akik ebben a történelmi helyzetben elutasítják ezzel az autoriter rendszerrel szembeni közös fellépést, és egy alapvetően antidemokratikus környezetben kívánnak házi demokráciát játszani, azok úgy gondolom nem értették meg sem a szociáldemokrata Kétli Anna üzenetét, de az akkor a szabadságért, jólétért és haladásért küzdő fiatalok, és bizony Nagy Imre erőfeszítéseit sem. Szabadság szerető nép a magyar, és rendre kész harcolni elnyomói ellen, mondta ünnepi beszédében a Fidesz budapesti elnöke. Láng Zsolt a Fidesz és a Fidelitas közös megemlékezésén hangsúlyozta, a függetlenség eszménye az államalapítás óta nemzetünk legmagasztosabb ügye. A célunk ma sem más, mint 67 évvel ezelőtt. Megőrizni önrendelkezésünket, hogy megvédhessük nemzeti érdekeinket, értékeinket és függetlenségünket. És mint annyiszor történelmünk folyamán, végvári harcokban védenünk kell Európát is, zsidó-keresztény gyökereinket, életmódunkat, kultúránkat. Egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer Európában, mondta közösségi oldalán a kormány szóvivő. Zentkirályi Alexandra összegezte a támogatásokat. A legfiatalabbak 25 év alatt adómentességet kapnak, ha munkát vállalnak. Az első házasok adókedvezményt vehetnek igénybe, a babaváráshoz pedig kamatmentes kölcsönt igényelhetnek a családok, amely kölcsön a gyermekek érkezésekor támogatásra alakulhat. A család támogatási rendszerét a baloldal az első pillanattól támadta, de sem a baloldal, sem a háború okozta nehézségek nem tudják eltántorítani a kormányt attól, hogy támogassa a fiatalokat és a családokat, hiszen ők jelentik Magyarország jövőjét. Utasításokat ad majd a felhasználóknak a Demokratikus Koalíció új mobil alkalmazása. Így fogalmazott a DK digitális stratégiai vezetője Gyurcsány Ferenc pártjának 12. születésnapján. Az applikációt bemutató rendezvényen ezúttal a volt miniszterelnökön kívül más DK-s politikus nem kapott szót. Gyurcsány Ferenc 10 pontban mondta el programját, közben saját pártjára ismét a baloldal vezető pártjaként utalt.
Az egyik fővárosi moziban gyűltek össze vasárnap délelőtt a Demokratikus Koalíció politikusai és szimpatizánsai. Gyurcsány Ferenc és felesége az elnökséggel együtt egy oldalsó ajtón át érkezett meg a vetítőterembe. A DK-sokat a pulpitus mellett torta várta. Gyurcsány Ferenc pártja a 12. születésnapját ünnepelte. A saját családom felelősséget mondtam, miért is? A rendezvényen ezúttal sem Dobrev Klára, sem más DK-s politikus nem kapott szót. De ez szép volt, Ferikém, tényleg. És akkor ebből mi következik? Beszédet egyedül Gyurcsány Ferenc mondott, aki a DK-ra ezúttal is egyedüli vezető pártként utalt. Amikor ajánlatot teszünk 12 éves pártként, születésnapunkon, kicsit önmagunkat is ünnepelve, hazánkat eközben, egy picit sajnálva, hogy mostában sanyarú a sorsa, hogy kormányozzuk majd Magyarországot, akkor persze nagyon világosan kell beszélni a sok millió magyar választó hétköznapjának a nyelvén. Nem olyan bonyolult ez. Gyurcsány Ferenc ajándékot is hozott, legalábbis így vezette fel pártja új mobil applikációját, amihez hasonlót szerinte még nem alkottak. Ilyen ajándékot a világon még senki nem adott. Sok munka van benne. Úgy is látni fogjátok, sok pénz is van benne. Születésnapos lett a DK, létre is hoztak egy appot. Mobil alkalmazással váltan a kormányt a szülinapos DK. Gyurcsányék csodafegyvere egy mobil app. Csak hogy a bejelentést a balliberális hírportálok ilyen és ehhez hasonló szkeptikus, néhol ironikus hangvételű cikkekben tálalták. Az Index például az applikációra utaló kormányváltó eszköz jelzőt idézőjelbe tette. A funkciók azok hozzájáruljanak a kormányváltáshoz. A mobil alkalmazást ismertető DK-s Adámi Pétertől ennek ellenére vasárnap többször is elhangzott, hogy az applikáció célja a kormányváltás. Olyannyira, hogy a program konkrét utasításokat ad majd a felhasználóknak, hogy ennek érdekében mit csináljanak, sőt arról is, hogy kinek mit mondjanak. Egyértelmű utasításokat kell kapni, ez nagyon fontos, és ezért létrehoztuk a küldetések menüpontot. Legyetek gyurcsányok. Az utasítások osztogatása nem példanélküli Gyurcsány Ferenctől. Legyetek gyurcsányok. Mást ajánlok. Akarjatok gyurcsányok lenni. Szóval azt mondom, hogy zsöszvi gyurcsány. A volt miniszterelnök már a tavalyi választási kudarc után megüzente, ő szabja meg az irányt a baloldalon. Tehát mindegy, hogy mit gondoltok. És ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől, akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját, azt abból vezetik le, hogy én nem akarnak gyurcsány lenni. Elkésedtek, fiúk. Azok vagytok. Gyurcsány Ferenc korábban többször is arról beszélt, hogy a balliberális oldal egyetlen jövője abban van, ha több gyurcsány lesz. Az LMP azt kéri a kormánytól, hogy országosan vizsgálják felül a gyermekeket ellátó lakásotthonok állapotát. Hon Krisztina a párt szóvivője szerint a személyi és a tárgyi feltételeken is javítani kellene. Szükség van arra, hogy ezekkel a gyerekekkel olyanok foglalkozzanak, akiknek megvan a megfelelő szakképesítésük, ezeknek a gyerekeknek joguk van olyan helyen élni, ahol megfelelőek a tárgyi feltételek, ahol minden adott számukra. A Párbeszéd zöldek egy nemzeti szintű közlekedésbiztonsági stratégia létrehozását sürgeti. Tordai Bence szerint elfogadhatatlan, hogy hetente átlagosan 10 halálos közúti baleset történik Magyarországon. Van-e a minisztériumnak valami saját ötlete, saját javaslata arról, hogy hogyan javítsuk az elképesztő közúti mortalitási rátákat, hogyan tudunk elmozdulni az Európai Unió alsó harmadából, tehát a legnagyobb közúti halálozással bíró országoknak a csoportjából, meddig tűrik azt, hogy évente több mint 5000 ember veszíti az életét a közutakon. A Mi Hazánk Ifjai nemzetközi ifjúsági konferenciát szervez, melynek fő témája a nemzeti szuverenitás lesz. Binder Csaba, a szervezet elnöke elmondta, hogy a rendezvényen több nemzet fiataljai is részt vesznek. Első Európa Jövője konferencia néven tartjuk meg az eseményt Budapesten, melynek fő célja, hogy összefogjuk az antiglobalista, nemzeti érzelmi ifjúsági szervezeteket Európa szerte. Köszönöm.
Egyre kaotikusabb az időjárás Európában. Romániában néhány napja még mínusz 8 fokot mértek, a hétvégére azonban ismét visszatért a nyár. Az ország déli részén 30 Celsius fokig kúszott a hőmérő higanyszála. Szicíliában is szokatlanul meleg van, a hőség miatt erdőtüzek fenyegetnek, ezért szükségállapotot hirdettek. A szárazföldről és a levegőből is oltják a tüzet a szicíliai Palermo környékén. A gyorsan terjedő tűzben egy lakóház és egy autó porig égett. A tűzoltóknak azonban még idejében sikerült megfékezni a lángok terjedését. Hála Istennek személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett, mondta egy tűzoltó. Szicíliában az elmúlt napokban 37 fokot mértek. A helyiek azt mondják, még soha nem tapasztaltak ilyen szokatlan hőséget október közepén. Erős szél van kialakulóban a Szahara felől érkező meleg légtömegek miatt, ami kedvező feltételeket teremt az erdőtüzek újbóli fellángolásához, mondta a palermói polgári szolgálat vezetője. A térség kormányzója szükségállapotot hirdetett a fenyegető erdőtüzek miatt. Szicília szigetén ugyanis már idén legalább 61 ezer hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. Romániába is visszatért a nyár. Mamajában az emberek előzönlötték a strandokat. A népszerű fekete tengerparti üdülőhelyen a hétvégén 30 fokot mértek, a víz hőmérséklete pedig elérte a 20 fokot. Néha még nyáron sem megyek be a tengerbe, de most nagyon kellemes a víz, mondta egy nő. A szokatlan forróságot az az észak-afrikai hőhullám okozta, ami az elmúlt napokban már Európa déli és keleti részén is végigsöpört. Az őszi nyárnak köszönhetően a tengerparti üdülőhelyeken ismét megnőtt a forgalom. Zsúfolásig megteltek az éttermek, több mint 70 szálloda különböző kedvezményeket kínál a turistáknak. Előrejelzése szerint az igazi ősz még várat magára, ugyanis még a jövő héten is kitart a nyári időjárás Románia déli részén. Sokan szorulnak sürgősségi ellátásra a szokatlanul meleg idő és a nagy hőingadozás miatt. Elsősorban azoknál jelentkezhetnek problémák, akik valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvednek. A hőingadozás okozta tüneteken ráadásul a frontérzékenység is sokat ronthat. Szikrázó napsütés, rövidújú pólóban sétáló fiatalok 30 fokot mértek pénteken Kiskunfélegyházán. Az alföldi településen nyarat idéző hőmérsékletben nézhették a járókelők az őszi díszeket. Budapesten vasárnap már főleg a szél és a hidegfronti hatás jellemezte az időjárást. Hidegfrontra igen érzékeny vagyok, hát már 89 éves vagyok, és azért érzékeny az ember, mikor jön a időváltozás, szélen inkább akkor. Pécsen rengetegen töltötték sétával a napot, sokakat azonban megvisel a szokatlan idő és a nagy hőingadozás. Elég, ha csak a tegnapi időjárásra gondolunk, amikor egy ilyen hidegebb, zivataros, markáns időjárási front tört be a Kárpát-medencében. A kollégák elmondása szerint ez igencsak érződött a sürgősségi osztályok forgalmán. Tehát a szívérrendszeri betegek főleg, akik alapesetben egy valamennyire gyógyszeresen kompenzált állapotban vannak, az esetükben itt ilyenkor egy eléggé gyors és markáns állapot rosszabbodás tapasztalható alkalmasint, és ilyenkor természetes, hogy fölkeresik az egészségügyi ellátóintézményeket. Miközben október elején megérkeztek az első éjszakai fagyok, Nyírtasson például mínusz 4,2 fokot mértek, addig az elmúlt napokban folyamatosan megdőltek a meleg rekordok. Pénteken délután a Bács-Kiskun vármegyei Tiszaalpáron 30,3 fokot mértek, szombaton pedig 20,6 fokra csökkent a hőmérséklet éjszaka Szegeden, és Budapesten is megdőltek a napi minimum és maximum értékek. Itt látható az az igen bonyolult és szokatlan délnyugatról érkező frontrendszer, ami ezeket a extrém időjárási folyamatokat okozta. A hőingadozás okozta tüneteken a frontérzékenység is sokat ronthat. A fejfájás, vérnyomás ingadozás mellett ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek. Közérzetünket a légrétegben lezajló összetett folyamatok határozzák meg. A felszín közelében egy nagyon magas hőmérsékletű légréteg helyezkedett el, és erre jött fölé egy hideg légbeáramlás. Tulajdonképpen egy magassági hidegfront formájában. És ez azt jelentette, hogy miközben fönt már csütörtök óta jött a hideg levegő, lent a talajon pedig sorozatba dőltek a évszázados meleg rekordok. Téli kabátra a jövő héten sem lesz szükség, marad az átlagosnál jóval enyhébb idő, 20 fok közelében alakulnak a csúcsok, és 10 fok környékén mérhetjük a minimum értékeket.
Versenyképes, korszerű mezőgazdaságra van szükség a fejlődéshez. Ez is egy fontos üzenete volt a most záruló országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításnak, amely idén is rengeteg érdeklődőt vonzott. A háromnapos rendezvényen mintegy 200 kistermelő és 100 élelmiszeripari vállalkozás mutatkozott be határon innen és túlról. Alig, hanem a legfiatalabb traktoros ül a volánnál. Ugyan a kisfiú most még csak egy szimulátoron gyakorol, édesapja azonban már most is nagyon büszke rá. Ez a berendezés azonban nem csak játékra való, az iskolapadban is nagy hasznát veszik, hiszen a traktorok és kombájnok működésének minden mozzanata lemodellezhető vele. A gépviselkedés, a gépek funkcióját és a gépeknek a különféle alkalmazását, szántás, vetés, aratás, különféle mezőgazdasági munkálatokat meg tudják tanulni a tanulók már az osztályteremben. Nem csak virtuális, hanem valódi nagy gépekkel is lehetett találkozni az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon, amely úgy tűnik nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is elbűvölte. A gépeket egyébként is szeretem, de fiúkkal jöttünk, ők még jobban. Hát ez a kéztraktor nagyon szép. Ez egy tisztító, szállító, illetve egy darálóval ellátott berendezés. Ezzel a géppel nem kevesebb, mint 200 liter gyümölcslevet lehet előállítani óránként. Kifejezetten kis és középvállalkozásoknak ajánlják. Egy egész gépsort tudnak egy-két alkalmazottal működtetni, amit korábban esetleg 5-6 emberrel csináltak. És nem maradt el a kézműves termékek vására sem, ami minden évben az OMÉK egyik legnépszerűbb programja. A háromnapos programon csaknem 200 kistermelő, 100 élelmiszeripari vállalkozás és számtalan szakmai szervezet mutatkozott be, határon innen és túlról is. A rendezvény több tízezer érdeklődőt vonzott. Mi magyarok értékeljük a vidéki gyökereinket, értékeljük a saját agráriumunkat, értékeljük azt, hogy olyan agrártársadalmunk és élelmiszeriparunk van, amely folyamatosan, biztonságosan el tudja látni az ország asztalát élelmiszerrel. Tisztelt gazdák! A magyar gazdák minden helyzetben számíthatnak a magyar kormányra, itthon és Brüsszelben, mondta a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a 2010 előtti baloldali kormányok nem képviselték a magyar gazdák érdekeit, ezt igazolja a földadó bevezetése is. Gyurcsányék eladták volna a magyar földet a külföldieknek, kiárusították az élelmiszeripart, állandósultak a gazdatüntetések. A baloldal miniszterelnök jelöltje a saját településén bevezette a földadót, ha hatalmon lennének, ez most országos lenne. Ezt sikerült megakadályoznunk egy törvénymódosítással, többé senki nem vezethet be földadót Magyarországon. Az agrárminiszter a videóban kiemelte, rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdeniük a gazdáknak az elmúlt időszakban. Példaként említette az aszályt, a háborút és az erre adott szankciókat. Egy dolgot biztosan mondhatok, a magyar gazdatársadalom a magyar kormányra mindig és minden körülmények között számíthat. Olyan stratégiai együttműködés van a két fél között, amely hosszú időre megalapozza és biztosítja a nyugodt és biztonságos fejlődést. A miniszter úgy fogalmazott, tömegtermelés helyett vetőmagtermesztésre kell átállni, és további technológiai fejlesztések kellenek ahhoz, hogy Magyarország ezután is versenyképes és eredményes tudjon lenni. A Semmelweis Egyetem fejlődést támogató központját segíti idén a közmédia Jónak lenni jó akciója. Itt koraszülött és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését végzik. A december közepéig tartó kampányban folyamatosan ismerhetnek meg érintett családokat. Központi idegrendszeri fertőzése kezelték. Legyőzött egy súlyos fertőzést, ez az alig néhány hetes koraszülött baba. A műtétet nagyon ügyesen viselte, gyorsan le tudott jönni a lélegeztetőgépről. Ő pedig túl van egy sürgősségi beavatkozáson, és már önállóan lélegzik. Kicsi vagyok én. Magyarországon évente mintegy 8000 gyermek jön a vártnál korábban a világra. Többségük óriási küzdelmet vív az életben maradásért. 31. hétre születtek, koraszülöttek voltak. Abigail és Sarolta is túl van a saját harcán. Súlyuk még a másfél kilogrammot sem ért el, amikor megszülettek, de már édesanyjuk ikervárandósága sem úgy alakult, ahogy azt eltervezték. Nem éreztem jól magam. Abigailnek két ér volt a göldögzsinórjában, minden normál gyereknek három van. Ez már borítékolt egy súlyos oxigénhiányos állapotot, ami be is következett, ezért kellett nagyon hamar megszülessenek, mert Abigail már nem érezte jól magát a pocakban. Abigail oxigénhiányos állapotba jött világra, Sarolta pedig nem sokkal a születése után agyvérzést kapott.
Fejlesztésük azóta tart, de mostanra már hosszú utat tettek meg. Térden jár, ami eddig nem volt. Tehát, hogy ez amúgy nagyon apró lépés, és mindennek örülünk, de így kezdődik a járás. És a gimnáziumi ballagáson majd akkor már ott egyedül viszi a világukat? Igen, határozottan igen. Nagyon reménykedünk benne, igen. Ide kérném szépen Bercet a vizsgálóasztalra. A koraszülöttek fejlesztése szinte azonnal már a kórházban elkezdődik. Honnan indultunk, micsoda kis icike-picike egy baba volt, és tudtuk, hogy nagyon nehéz út lesz, de hogy már itt tudunk járni. Ezek mindig, mindig nagyon... Tehát ezért érdemes konduktornak lenni. A Semmelweis Egyetem Fejlődés Támogató Központja a közmédia karitatív akciójának, a Jónak lenni jónak az idei kedvezményezettje. A támogatásból az épületet szeretnék bővíteni, hogy még több, évente akár 2000 koraszülött és fejlődési rendellenességgel élő gyereket tudjanak ellátni. El kell kezdeni, és minél korábban, akár már ott az intenzív terápia alatt az ő fejlesztésüket, hogy minél normálisabb fejlődést tudjanak elérni, és minél inkább utol tudják egy idő után érni az egészséges társaikat. Már él az adományvonal, minden hívás 500 forint segítséget jelent, a 13600-as szám után a 04-es kódot kell beütni. Azt szeretnénk, hogy a mi támogatásunkkal, az adományozók támogatásával a Semmelweis Alapítvány sok-sok pici babát, kisgyereket tudjon ellátni a jövőben, segítse a fejlődésüket, ők a mi jövőnk. Különleges tárgyak megvásárlásával is lehet jótékonykodni. A felajánlásokat a jonaklenni@mtva.hu e-mail címre várják. A kampány részleteiről pedig a mediaclick.hu/jonaklenni.jó oldalon lehet tájékozódni. A Jónak lenni jó egésznapos adománygyűjtő műsora december 17-én lesz. Itt az M1 híradóban is sokat foglalkozunk még ezzel a témával december közepéig. Most viszont véget ért a híradó. A híradó.hu oldalon további híreket találhatnak. A Nemzeti Sporthíradóval folytatja Pál előtt. Tartsanak velük!